Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 18-án kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Újra van egy portál nap. Ennek mindig van gyógyító ereje, vagy kinyílik egy kapu a spirituális terület felé. Ez egy finom energiamező. Az, hogy mikor vannak ezek a portál napok, ez tulajdonképpen a maja naptárból van, amiről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Mielőtt rátérnék arra, hogy miről van szó ezen a napon, megemlíteném azt, hogy ezeken a portál napokon tartok szertartásokat, tehát március 18-án is, ami este 11 órakor kezdődik. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Mint említettem, a maják számították ki azt, hogy mikor vannak ezek a portál napok, tehát a forrás az a maja naptár. Ebben a naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám eltart 13 napig. A 13-as szám az egy misztikus szám volt a majáknál, és ők úgy gondolták, a 13-as szám szerencsét hoz. Egy hullám ebben a naptárban 13 napig tart. Ezen a portál napon, március 18-án indul egy új hullám, mégpedig a 9-es. A 8-as hullámban voltak húzavonák. Hol így, hol úgy, voltak bizonytalanságok, ez most elmúlik, és indul egy új hullám, indul egy új energia. Ebben a 9-es hullámban, ami 18-án indul és eltart március 30-áig, itt ez alatt az idő alatt vannak még korlátozások. Vagy valaki nehezíti az életünket, vagy nem érezzük valahol jól magunkat, vagy tervezünk változásokat, de még vannak félelmek, bizonytalanságok. És most ez alatt az idő alatt, ebben a 9-es hullámban tanuljuk meg azt, hogy áttegyük magunkat a bizonytalanságokon, és változtassunk valamit, hogy ezek a korlátozások elmúljanak. Március 18-án indul ez a 9-es hullám, ez az első nap, ez lehet egy új kezdet, ezek lehetnek fontos döntések, de tudatában kell lennünk azzal, hogy még vannak korlátozások, de megvan a lehetőség ezen változtatni. Ezen a napon, március 18-án és az egész hullám felett is Csikcsán uralkodik. Csikcsán lefordítva kígyót jelent, ami látható a képen. A kígyó jelenti a gyógyító erőt, jelenti a megújulásokat. Ebben a hullámban megvan a gyógyító erő, lesznek változások, ez olyan, mint egy újjászületés. Ez a kígyó, ez jelentheti a szexuális témákat is. Ez is hozzá tartozik ehhez az energiához. De amit a kígyó még jelent, ezt inkább a kígyó tartó csillagkép jelzi. Érdekes az, hogy a kígyó tartó csillagkép az ekliptikán van,
És tulajdonképpen ez lenne a 13. jegy. De nem számít ehhez. Nem tudom, hogy miért, mert tulajdonképpen ugyanúgy, mint a kos jegye, a bika jegye, az ikrek jegye és így tovább, az ekliptikán vannak, a kígyó tartó szintén az ekliptikán van, de mégsem tartozik a jegyekhez. Ez a kígyó tartó a görög mitológiából nem más, mint Asklépiosz, az égi orvos. És Asklépiosz kezében van két kígyó, két irány. Az egyik kígyó az jelenti a gyógyító erőt, a másik kígyónál a méreg van, ami megmérgezi az életünket. Ez a szimbólum, ez a két kígyó látható a gyógyszertárakon. Biztos, hogy ismeritek. Tehát ez a kígyó tartó két kígyót tart a kezében. Ez a csillagkép a Szkorpión jegye és a Nyilas jegye között található. Asklépiosz, ez a kígyó tartó, és a két kígyó, a két irány. Az egyik jó, a másik rossz. Ha most így a hétköznapunkat éljük, akkor feltehetjük a kérdést, hogy mit jelent számunkra a kígyó, ezek a változások, mit jelenthet ez a kígyó tartó, ez a csillagkép, miért van két kígyó, két irány. Mert óvatosnak kell lennünk az életben. Vannak bizonyos személyek, akik kihatnak ránk, és jóindulatúak. Hozzák a gyógyító erőt, mert segítenek nekünk, jót tesz számunkra, megnyugtató a kapcsolat. Ez lehet valaki a családból, ez lehet egy barátnő, ez lehet valaki a munkahelyről, vagy ami a párkapcsolatot illeti, akkor a kígyó inkább a szexuális témákra utal a szerelmi élet területén, de ez is lehet egy szép kapcsolat, egy jó hatás, ennek is van gyógyító ereje. De van más kígyó is, más fajta, akinél a méreg van, hiszen megmérgezi az életünket, mert hazudik, mert becsap bennünket, mert ártani akar nekünk, vagy irigy ránk, vagy hazudozik. És most itt ebben a 9-es hullámban, amikor a kígyó uralkodik az egész hullám felett, oda kell figyelni bizonyos kapcsolatokra, feltenni a kérdést, kiben bízhatunk, kiben nem. Persze ez a kígyó, ez lehet egy nő az ő életében is. Nem biztos, hogy ráthat ki, hanem őt csapja be. Vagy vele van kapcsolata, és hazudozik, vagy rossz indulatú. És neki kellene odafigyelni erre a kapcsolatra, vagy ezt a kapcsolatot le kellene zárni. Mert akkor lesz gyógyító erő, ha a kígyó eltűnik az életéből. Ami a szertartást illeti, most ezek a témák, a gyógyító erő, a kígyónak szintén van gyógyító ereje. Ez lehet betegség, gyógyulás, de lehet a munkahely is, hiszen biztos van valaki köztetek is, aki ezen a területen dolgozik. És mivel egészségügyi témákról van szó, és ez lehet a hivatás is, most ebben a hullámban vannak ugyan korlátozások a munkahelyen, de megvan a lehetőség arra, hogy változtass valamit, és akkor lesz egy munkahelyi változás. Esetleg ezen a területen ismered őt, és megvan a kapcsolat, megvan a szexuális kapcsolat kettőtök között, és a kérdés az, mik változnak, lesz ebből egy komoly párkapcsolat,
hogy mi a szándéka, ezek is lehetnek itt témák. Tehát a szertartás jelenti a gyógyító erőt, vagy ezt a területet, akkor lehet, hogy a munkádról van szó. Felszabadít bennünket a félelmektől, azon kívül segít egy új kezdetnél, hogy az akadályok elmúljanak, hogy legyenek változások, megújulások. Segít abban is, hogy a párkapcsolatban minden rendeződjön kettőtök között, ami a testi kapcsolatot illeti, hogy meglegyen a vonzalom, és hogy minden úgy jól alakuljon, és abban is segít, hogy kiismerjünk másokat, hogy rájöjjünk arra, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzánk. Ha ennek van gyógyító ereje, mert jót tesz nekünk, akkor jó, ha nyitottak vagyunk ezekre a kapcsolatokra, de ha úgy érzed, hogy valaki hazudik, becsap téged, akkor figyelj oda arra, hogy mi az érzésed az első találkozásnál. Mit üzen a belső hangod? Figyelj oda az intuíciódra. Tehát ezek a témák a szertartásnál. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!